próbáljuk lefordítani a hétköznapoknak a nyelvére azt az egyességet, amit a kormánnyal közösen megkötöttünk. Ennek az egyik fontos felülete az agrárium, és én azt gondolom, hogy bár falusi gyerek vagyok, és sokat dolgoztam földön gyerekkoromban, rengeteget tanultam az agrárkártya kapcsán az agráriumról. Nyilván a legfontosabb feladatunk az élelmiszerbiztonság és a fenntarthatóság célkitűzése, vagyis az, hogy legyen az országnak mindig kellő mennyiségű élelmiszere, és ez megfelelő biztonságos élelmiszer legyen, és ennek okán adjuk a vállalkozóknak ezt a hitelt. 11 éve létezik egyébként már ez a konstrukció, és 2011 óta 29 ezer létrejött szerződésről beszélhetünk, tehát 29 ezer szerződést tudtunk megkötni az agrárvállalkozókkal, mintegy 371 milliárd forintos értékben, tehát 371 milliárd forintot helyeztünk ki ebbe a vállalkozói körbe, azzal, hogy hihetetlenül pontos a fizető készsége és képessége a vállalkozásoknak. Látszik az, hogy a bedőlt hitelek aránya az gyakorlatilag marginális. Az elmúlt időszakban a kártya iránti igény az folyamatosan növekvő. Nyilván a finanszírozás egy kérdéses, hiszen a kereskedelmi bankokkal kell finanszíroznunk, illetve hát esetenként uniós forrásból kell mögé tennünk a kamattámogatást és a garanciatámogatást, de összességében az látszik, hogy a cégeknek ez egy nagyon gyors és nagyon hatékony eszköz. A keretösszegét is megemeltük a hitelnek 200 millió forintra. Én azt hiszem, hogy a Széchenyi kártyának a legfontosabb erénye az mindig az, hogy likviditáshoz juttatja a vállalkozókat hozzá. Tehát mindig, és függetlenül attól, hogy hány termékünk is van, a legfontosabb majdnem mindig a likviditásnak a témaköre, és a likviditás az ilyen szempontból egy vállalkozás számára sokszor az életet is jelenti, és főleg válságban kifejezetten egy életmentő funkciója is van. Alapvetően ugye ez az időállóság, hogy 18 éve működik a kártya és 20 éves pályafutásra tekint vissza, ez önmagában egy fontos elő, hiszen az időállóságot is mutatja, és egyben a válságállóságot is, hiszen most már a második válságot éljük át, a 2008-as után most a 2020-as válságot is átéljük. Nem a kamara, nem a VOSZ, nem a KAVOSZ az, aki kitalálja azt, hogy hogy nézzen ki egy program ellen, vagy egy hitel, hanem gyakorlatilag a vállalkozók jelzései alapján kerül sor arra, hogy folyamatosan módosítsuk ezeket a termékeket. Az nagyon jó hír, és nagyon köszönjük a vállalkozók bizalmát, hogy ezt a programot, ezt megtisztelték azzal, hogy hisznek benne. Ez egy vállalkozói bizalomkártya, mi magunkat így is próbáljuk apostrofálni zárt körön belül. És az, hogy gyakorlatilag minden kérdésre próbálunk választ adni, akár folyószámló probléma, akár forgóeszköz, beruházás, speciális esetek, uniós pályázatokhoz szükséges önerő, a szektoriális kártyáink, így a turisztikai kártya, az agrárkártya, az agrár kiemelt többlettámogatású kártya, ezek mind-mind azt mutatják, hogy gyakorlatilag a vállalkozók által adott inputokat és jelzéseket, azokat folyamatosan építjük be, és ezek alapján korrigáljuk, módosítjuk, finomítjuk, finomhangoljuk a programot. Azáltal, hogy a programban egy garancia intézmény vesz részt, pontosabban kettő, de az agrárkártya tekintetében az AVGA alapítvány egy hihetetlen fontos szerepet tölt be, hiszen a bankokról lehúzza a rizikónak egy jelentős részét. 80%-os állami garancia van a program mögött, ezért már a bank azért kevésbé tart a vállalkozásoktól, és természetesen ugye az igazi alapgondolata a kártyának az az volt, hogy egy olyan személyi garanciát adjon a vállalkozó, higgyen magában a vállalkozó, hogyha egy ilyen kedvezményes hitelt kap, akkor amögé tegye oda saját magát, és egy magánszemélyi készfizető kezességet vállaljon be. Ez ennek a programnak az egyik ilyen biblisztikus eleme, mondhatjuk azt. Mi azért valahol a vidék hitele vagyunk, és azzal, hogy 80% fölötti
a vidéki vállalkozások aránya a Széchenyi kártyában, azt gondolom, hogy egy nagyon komoly jelzés arra, hogy a vidéknek igenis kifejezett súlya van egy ilyen hitelprogram tekintetében. Az agrárium a nemzetgazdaságon belül is kiugróan jól teljesít. Tavaly újabb rekordot döntött a mezőgazdaság kibocsátása. Azt azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy emögött az eredmény mögött a mezőgazdaság és élelmiszeripar vállalkozásainak, gazdálkodóinak az elszántsága, a kitartást, sokszor erőn felüli erőfeszítéseket igénylő napi küzdelme áll. A tárca mindig is fontos célkitűzésének tekintette az agrárgazdaság finanszírozási feltételének kedvezményes hitelezési eszközökkel történő javítását, és beleértve az elérhető kedvezményes konstrukciók fenntartását és fejlesztését is. A Kabó ZRT koordinálásában működő Széchenyi Kártya program termékei közül az Agrár Széchenyi Kártya folyószámlahitel és Agrár Széchenyi újraindítási beruházási hitel rendkívül fontos szerepet játszanak az agrárgazdaság finanszírozási hátterének biztosításában. A minisztérium részéről mintaértékűnek tartom a termelőink kiszámítható napi működését és jövőbeli fejlődését szolgáló hiteltermékek rendelkezésre állása érdekében kialakított együttműködésünket. Az Agrár Széchenyi Kártya folyószámlahitel 2011-es indulása óta nagy népszerűségnek örvend, mely konstrukció az őstermelők, családi gazdaságok, egyéni vállalkozók folyószámlatípusú hiteleinek több mint a felét teszi ki. Használható eszközt ad a gazdálkodók kezébe, hogy a rosszabb hozamú évek veszteségeit kezeljék, és a megnövekedett likviditási szükséglet finanszírozását kedvező feltételrendszerű finanszírozási forrásból biztosítani tudják. Az Agrár Széchenyi beruházási hitel használható szántóföldi növénytermesztéshez szükséges erő- és munkaképek beszerzéséhez, tenyészállat, termőföld, illetve akár tulajdonrész, üzletrész vásárlásához, öntözési beruházások, élelmiszeripari beruházások megvalósításának finanszírozásához. De használható a vidékfejlesztési programból vagy a strukturális alapok egyéb operatív programjából támogatást elnyert beruházások kiegészítő finanszírozásához is, tehát az önrész előteremtéséhez. A feltételek rendkívül kedvezőek. A hitel maximális összege 1 milliárd forint lehet, futamideje 10 esztendő. A vállalkozások által fizetendő, az állami kamattámogatással csökkentett úgynevezett nettó kamat fix mindössze 1% per év, mely a fenntarthatóságot szolgáló zöld hitelcélok közeljövőbeni bevezetését követően még kedvezőbb lesz ennek a fele, azaz 0,5% per év. A minimális elvárt saját erő ezen konstrukciókban a beruházási költségek 10%-a. A hitelhez természetesen, ahogy nálunk az Agrárminisztériumban mindig szokás, és az agráriumban mindig szokás, az Agrárvállalkozási Hitelgarancia Alapítvány készfizető kezesség vállalása kötelező elemként kapcsolódik is.